Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és azokat is, akik az online térben követnek bennünket. Az előbb azt hallottuk, hogy vajon beváltom-e azt az ígéretet, amit ez a cím mond. Tedd nevetségessé magad. Nem tudom, hogy ki az, aki úgy kell föl reggel, hogy én ma nevetségessé fogom tenni magam. Ezek a dolgok megtörténnek, de általában úgy történnek meg, hogy mi erre nem számítunk, nem ezt szeretnénk. Lehet, hogy gyerekkorban gyakran előfordul, tinédzserkorban ez nagyon zavar bennünket. Felnőtt korban ezek kicsit másként történnek, általában ritkán történik meg, hogy szemtől szembe tesznek mások bennünket nevetségessé, inkább a hátunk megett. De azért mindig fáj, ha nevetségessé tesznek bennünket. Ez a világ arról szól, hogy mit mondanak rólad mások. Hányan követnek, hányan lájkolnak. És ahhoz, hogy megfelelő számú ember kövessen, ahhoz minél inkább meg kell felelj az elvárásoknak. Mert ha nem felelsz meg az elvárásoknak, egy idő után egyedül maradsz, vagy nevetségessé teszed magad. Hát ezért egy kicsit meredek ez a cím, de biblikus. Mi is az alaptörténet? Nyissuk ki a Bibliánkat Józsué könyve 6. fejezeténél. 6. fejezet, 6. versétől kezdve olvasom Isten igét. Józsué Nun fia hívatta tehát a papokat, és így szólt hozzájuk. Vegyétek fel a szövetség ládáját, 7 pap pedig vigyen 7 kosszarból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta. Vonuljatok föl, járjátok körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt. Úgy is történt, ahogy Józsué megmondta a népnek. A 7 pap, aki a 7 kosszarból készült kürtöt vitte, az Úr előtt vonult, és fújta a kürtöket, az Úr szövetség ládája pedig utánuk haladt. Fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd pedig a láda után ment, és egyfolytában fújták a kürtöket. A népnek azonban megparancsolta Józsué, ne kiáltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki csatakiáltásban. Akkor aztán kiáltozzatok. Körülvitte tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel felkelt Józsué, a papok pedig fölvették az Úr ládáját. A 7 pap, aki a 7 kosszarból készült kürtöt vitte, az Úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. Fegyveresek előttük haladtak, az utóvéd pedig követte az Úr ládáját. Folyton fújták a kürtöket. A második napon is megkerülték egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba. Így cselekedtek 6 napon át. A 7. napon pedig az történt, hogy pirkadatkor fölkeltek, és a szokott módon megkerülték a várost. Most azonban 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg 7-szer a várost. Amikor 7-szer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek, kiáltsatok, mert nektek adta az Úr a várost. Átok terhe alatt ki kell írtani a várost, az Úré az mindenestől. Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiírtandókhoz. Különben rátok száll az átok. El ne vegyetek semmit a kiírtandókból, mert átkot hoz Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az összes ezüstöt és aranyat, meg a réz és vastárgyakat az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltani kezdett a nép, és megfújták a kürtöket, és amikor meghallotta a nép a kürtzengést, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba. Mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Kardélyre hánytak, kiirtottak mindent,
ami a városban volt, férfit és nőt, ifjat és öreget, marhát, juhot és szamarat. Ennyi a történet. Nem mindennapi. Sok karikás. Néhány szót Jerikóról. Jerikó az ókor legrégebb idők óta lakott városa volt. Jordánhoz képest is lejjebb volt, a tengerszint alatt 250 méterre, egy oázisban feküdt, ezért a Biblia pálmák, pálmafák városának nevezi. Sokszor lerombolták, egyébként 1000 év alatt többször felépítették, és a régészek hát lassan már 100 éve dolgoznak, hogy feltárják Jerikónak a különböző rétegeit. Több ezer éves történelemről van szó. Nagyon érdekes, hogy találtak egy fal részt, a régészek a D-fal résznek nevezik, amiről azt állapították meg, hogy ez a fal rész hirtelen és egyszerre omlott össze. A régészek nyilván azt mondják, hogy biztos valami földrengés volt, és ennek az időpontját Krisztus előtt 14. századra datálják, ami körülbelül a honfoglalás időpontjára tehető. Tehát a történelem igazolja, hogy volt egy ilyen esemény. Amikor a fal, legalábbis az a falrész, amit megtaláltak, egyszerre összedőlt. Ahol sikerült bemérni a fal mélységét, illetve hát magasságát, archeológusok szerint mélységét, abból az derül ki, hogy 6 méter magas falakról van szó, és elég széles falakról. Tehát a korabeli technikával egy bevehetetlen városról beszélünk. Ez volt Jerikó. De képzeljük bele magunkat a történet világába. Képzeljétek el, hogy ott vagytok, átkeltünk a Jordánon, rendben, ott van velünk szembe, látjuk a gyönyörű, szép nagy várost, erős, magas falakkal, látjuk az izmos, hatalmas, méretű katonákat, akik a bástyákat védik, és Józsi összehívja a válságstábot, a katonai tanácsot, a legbefolyásosabb katonákat, és azt mondja, hogy összeült az operatív törzs, és megalkotjuk a holnapi támadási technikánkat, egy harci stratégiát kell összeállítanunk. Mert itt most nekünk, fegyver nélkül, nagyjából, puszta kézzel, be kellene vennünk 6 méter magas, széles faluvárost. De mit tanácsolnál egy ilyen hadi tanácskozásban? De nem azért vagyunk ott, hogy azt mondjuk, hogy nem lehet, hanem azért hívtak össze, hogy elmondjuk, hogy hogy lehet. Ezt ismerem, amikor össze szoktunk ülni, akkor van egy javaslat, hogy mindenki elmondja, hogy azt miért nem lehet megcsinálni. De itt most arról van szó, hogy reggel kezdődik. De mit csinálunk? Ti vagytok a tisztek. Mondjatok ötleteket. Én gondolkoztam ezen. Hát azt mondtam volna, hogy keressük meg, biztosan van ennek a várnak való egy gyenge pontja. Vagy éjszaka fogjunk neki, és ássunk egy alagutat. És reggel, mire felébrednek, szépen átmegyünk fal túloldalára. De lett volna jobb ötletem is, hogy van bent egy szövetségesünk, úgy hívják, hogy Ráháb. Aki szeretne hozzánk tartozni. Tehát valahogy füstjelekkel megértetjük vele, hogy rászámítunk, éjszaka nyissa ki titokban a kapukat, és bevonulunk. Árulja el a várost. Lehet, hogy nektek több minden is összetekbe jut. Hát én Józsuénak körülbelül ezeket tanácsoltam volna. Valószínű, hogy végighallgatta illedelmesen az ötleteket, és azután előállt az ő tervével. Ne felejtsük el, hogy a valóság értelmezés nem változott 40 év alatt. 38 évvel ezelőtt szintén Jerikóval szemben álltak, igaz, a Jordán másik oldalán, és Mózes azt mondta, hogy 12 ember menjen át, és nézze meg, hogy milyen Kánoán. Ez a 12 ember megnézte, hogy milyen, és nagyjából annak alapján, amit Jerikóról látott, visszament, és teljesen objektív jelentést adott a népnek. A kémek minden szava igaz volt. Azt mondták, a falak túl magasak, túl vastagak, az emberek, a katonák túl nagyok hozzánk képest, izmosak, felszereltek, korszerűek. Mi egyiptomi rabszolga csőcselék képtelenek vagyunk a ma legkorszerűbb
háborús technikáival felvenni a versenyt, lehetetlen bevenni Jerikót és Kánaánt. És amit elmondtak erről a valóságról, az sikerült annyira élő módon elmondani, hogy a nép szíve megolvadt a félelemtől, és azt mondták, hogy nem megyünk be. Ennek közvetkeztében még 38 évet bolyongtak a pusztában. Mi változott 38 év alatt? Mi változott? Az ellenség portáján semmi. Ugyanazok a falak, ugyanazok a katonai erők. Izrael sem volt népesebb. És előállt ebben a helyzetben Józsué a tervvel. Szerettem volna ott lenni, és nézni az arcát a tiszteknek. Józsué hadvezér volt az elmúlt 38 évben. Volt harci tapasztalat, legalább 2-3 csatát megnyertek a pusztában. Komoly isteni beavatkozással, nem a harci tudásuk miatt. Szerettem volna ott lenni és látni a szemüket, amikor Józsué, a hadvezér, azt mondja, hogy emberek, a terv a következő. Fényes nappal, amikor már felkél a nap, csatarendbe állunk, és végig körbe sétáljuk a várost. Ez egy Nordic Walking tábor lett volna, akkor azt mondom, hogy rendben, oké. Na de ez egy háború, honfoglaló háború, aminek az a tétje, hogy aki nyer, az ott marad. Aki veszít, annak nincs többet, mint keresni ott a föld színén. És a nép megkérdezte, hogy na és csak ennyi, hogy sétálunk? Ja nem, a papok kürtölhetnek. Na és mi? Mit csináljunk? Hát egyszerű. Gyalogoltok, és most itt a nehéz dolog, a legnehezebb, hallgattok. Csendben lesztek. Én nem tudom pontosan, hogy mennyi időt vett igénybe Jerikónak a körbe sétálása, de jó okom van azt feltételezni, hogy nem feltétlenül ez egy röpke egy órás cselekmény volt, hanem sokkal több. Voltatok már úgy közösségben, órákon át csendben? Minden generáció itt volt, középen mentek a papok, előttük a harcosok, azután az utóvéd, vagyis hát a nép minden korosztálya, hang nélkül. Hát nehéz feladatot kaptak. Nem mondanám harci feladatnak, de ez volt a feladat. Csak ennyi? Nem? 7 nap megismételjük, és az utolsó nap majd lehet kiáltani. De jó nagyot! Hát, mit mondanátok erre? Úgy őszintén. Elküldtem volna Józsuét egy ideggyógyászhoz, hogy minden rendben van? Nem zavarodott meg a gondolkodása? Mi köze a gyaloglásnak, a csendnek, a kürtöknek, a háborúhoz? Szinte olvasom a helyi és a nemzetközi sajtót. A szalag cím ez volt. Tedd nevetségessé magad. Izrael nevű csőcselék megtámadta Jerikót. A sófár hangjával próbálnak rést ütni a falakon. LOL. Mivel más fegyverük nincs, azzal szórakoztatják Jerikó katonáit, hogy minden nap felvonulnak, majd körbejárják a falakat, és amikor látják, hogy milyen nagyok ezek a falak, remegni kezd a lábuk, és visszatérnek a táborba. Így tedd nevetségessé magad. Nemzetközi hírek, aznap az interneten így voltak olvashatók. Nos, jöjjünk vissza a mába. Van itt néhány nagy igazság, ami elől nehéz kitérni. Tudjátok, mi a baj? Hogy Jerikó falai újra termelődnek. Újra termelődik az életünkben, a családjainkban, a közösségünkben. Mert ilyen a természete. A gondok, problémák
vastag, makacs falak a bűnvilágában. Az életünk megoldhatatlan problémái, Jerikói bevehetetlen falak. Csak egy ideig azt mondjuk, hogy majd megoldjuk, egy ideig nehézséget jelent kimondani, hogy megoldhatatlan, de előbb vagy utóbb mindenki találkozik az életében egy olyan témával, olyan kérdéssel, amire azt mondja, hogy ezt nem lehet, nem tudom megoldani. Ezek Jerikó falai. Hogy milyen fajta problémák lehetnek ezek? Sok minden. Például olyan dolgok, amikre nincsen cselekvő hatáskörünk. Szeretnénk, hogyha ez a járványhelyzet nem lenne. De kinek van hatásköre, hogy a világon ezt megszüntesse? Gyötrődhetünk, gondolkodhatunk, tehetünk dolgokat, de tudjuk, hogy ettől nem változik meg. Persze tehetünk valamit, hogy mi történik 1,5 méter távolságban körülöttünk, azért tehetünk, de a világ állapotáért nem. Nagyon sok olyan történés van, kívül a társadalomban, politikai életben, vagy mondhatni egy világegyházban, amire nincs cselekvő ráhatásunk. Mégis benne vagyunk, érint bennünket, és bárhogy gyötrődünk, mi nem tudjuk megváltoztatni és megoldani. A problémák, a falak másik csoportja az érzelmi problémák. Az emberi kapcsolatok megromlása ide tartozik. Sokszor férj-feleség évtizedeken át együtt van, és együtt él, és rendben van, és van egy pont, amikor odajönnek, és azt mondják, hogy amikor már odajönnek, már nem azt mondják, hogy tegyél valamit, csak inkább, hogy bejelentik, hogy már olyan szinten eltávolodtunk egymástól, hogy ezt nem lehet többet összehozni. Sok ilyen párbeszédben volt, hát nem mondom, hogy szerencsém, nem szerencsém részt venni. Tudjátok, amikor az a helyzet a legrosszabb, amikor az egyik fél szeretne változtatni, és érveket mond. Miért nem vagyok szimpatikus neked? És elmondom, hogy miért legyek. Tudjátok, hogy az érzelmi beállítottságú emberi problémákra hogyan hatnak az érvek? A szintiszta logikus, igaz érvekről beszélek, nem egyebekről. Mikor találkozik egy érzelmi probléma egy igaz logikus érvel? Mikor? Amikor két párhuzamos találkozik. Találkozik? Mikor találkozik két párhuzamos egymással? Hol? Megtanultuk annak idején a végtelenben. Valamikor a végtelenben. Csak ezzel soha nem találkoztunk. És szembesülünk azzal, hogy bármit teszünk, akármit teszünk, nem lehet megoldani. Egy jerikói fal, egy kapcsolat rendbehozása. Problémák, a falak harmadik csoportja, traumák, múltbeli történések. Nem tudod újraélni, újrakezdeni, meg nem történté tenni. Volt már valakinek közúti balesete? Hogy telt utána az éjszaka? Persze, életben maradtál, mert itt vagy, látom, és ez jó. Ezerszer lejátszódik a jelenet. Nyomod a féket, amit a valóságban nem sikerült. De attól még ott fekszel az ágyban, átharapott ajakkal, mert lefejelted a kormányt, nyakadat alig tudod mozgatni, pedig már az ezredik újrajátszáson túl vagy. Ez éppen én voltam. És borzasztó. Az agyad megcsinálja, újra játsza. És amikor ott vagy, megteszed, amit tenni kell. De azután a következő pillanatban magadra nézel, és azt mondod, hogy nem változtatott semmit azon, ez már megtörtént. A múlt traumája. Falak. Nem tudunk vele mit kezdeni. Szóval ott vannak a függőségek. Ismeritek, akkor szokom le róla, amikor akarok. Aztán megérted, hogy tehetetlen vagy. Rabszolga. Jerikói fal. Vagy van egy diagnózis, amit megkaptál, és amire azt mondják az orvosok, hogy
nem tudjuk a megoldást. Jerikói fal. Ennek a történetnek nincs sok mondani valója azokhoz, akiknek az életükben nincs ilyen jerikói fal. Lehetnek ilyen életszakaszok, amikor azt gondoljuk, hogy nem látjuk, vagy nem gondoljuk, hogy ez az. Úgyhogy az üzenet, ennek a történetnek a megoldása igazán azokat akarja megszólítani, akik már látnak az életükben megoldhatatlan gondokat, jerikói falakat. Nyilván mindig a megoldási kísérletekkel kezdődik. Sokáig nem tűnik fel, hogy a fal az fal. Sokszor neki kell menni egyszer-kétszer a saját fejünknek, hogy érezzük, hogy az fal. Miért? Mert jók vagyunk, ismerünk módszereket, vannak eszközeink, megtanultunk jó stratégiákat készíteni, jó terveket, és ezek az elméletben mindig nagyon jól működnek. Sok kudarc és sok tehetetlenségkel, amíg elég érettek leszünk a valóság értelmezésünkben, beengedni azt a képet, hogy ez fal. Ez egy jerikói fal. Tehetetlen vagyok. Nem tudom megoldani. Hosszú idő, néha évtizedeket jelent, amíg egy emberi élet eljut oda, hogy bármire azt tudja, azt merje mondani, nem másnak, önmaga számára, a tükörbe, hogy ezt én nem tudom megoldani. Nincs rá eszközöm. Minden itt kezdődik, hogy ezt kimondjuk. Isten receptje megdöbbentő. Ha megoldást akarsz, életed jerikói falaira, tedd nevetségessé magad. Ha egy falat nem tudsz bevenni, akkor járd körbe. Melyek ezek a körök? Ezek a körbejárási utak. Ez a történet felsorol néhányat. Én nem tudom, hogy mi a te falad. Nincs senkinek ráírva monitorra, nem tudom olvasni. De próbáljuk ezeket arra alkalmazni. Ne feltétlenül engem hallgassatok, hanem miközben ezek a szavak elhangzanak, engedjétek, hogy a Szentlélek találtassa az életünk konkrét gondjaival ezeket a tanácsokat, ezeket a köröket, amit ez a történet elmond. Mi ez a gyaloglás? Láda, sófár, menet. Ezek mind az ószövetségi írásokban liturgikus elemek voltak. Szerintetek beleesette a szombat ebbe a gyaloglásos projektbe? Hát a gyaloglás hetedik napja nem azt jelenti, hogy a vége a hetedik nap szombatja volt, mert ha szerdán kezdték el, az volt az első nap. Hetedik napja a körbe kerüléseknek volt az a nagy kiáltásos. De bármelyik nap kezdték a gyaloglást, egészen biztos, hogy egyik nap szombat volt. És szombaton szombathoz élő cselekmények történtek. De minden nap az történt, ami szombaton is történt, tehát ez, hogy ott van a frigyláda, fújják a sófárt, menetelnek, olvassátok el a zsoltárokat, a grádicsok énekét, arról szólnak, ahogy menetelnek fölfelé Jeruzsálembe, énekeket írtak ezekre a menetelésekre, zsoltárokat, ezek liturgikus elemek voltak. A csend, a Biblia szerint mi? Egy Isten tiszteleti cselekmény. Isten jelenlétének átélése. Tudatosítani azt, hogy nem én oldom meg, nem az én kezemben van. Ez az első kör, az imádat, az Isten imádata. Nevetséges? Nevetséges. Ha valaki odajön és azt mondja, nem tudom megoldani ezt a kérdést, segíts, azt mondom neki, rendben, az első kör több imádat. Nevetséges. Cselekvő világban élünk. Ahol nincs hely a várakozásnak, a csendnek. Gomnyomásra, érintésre teljesül minden. Szeretjük a dolgokat kézben tartani, irányítani, és mélységesen frusztrál, ha nem úgy történnek, hogy szeretnénk. Még az Istennek is megmondjuk, hogy mikor és mit tegyen. Odaszólunk neki, hogy ugorjon most, mert
mi, mint megrendelők most szóltunk, mi az, hogy nem úgy történik, és nem akkor, amikor mi akarjuk? Egy ilyen világ, ilyen emberekké nevelt bennünket. Mi az, hogy várni, amikor van egy problémánk, és nem cselekedni? És erre Isten azt mondja, Zsoltár 46.11, csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. 2 Mózes 14.14, az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Az Isten tisztelet, az imádat kifejezés annyit jelent, mint várni Istenre. Elcsendesedni és elismerni, hogy Isten nagyobb, mint én, hogy Isten nagyobb, mint a problémám, vagy Isten nagyobb, mint a fal. Őszintén. Itt vagytok. Eljöttünk az imádat helyére. Milyen elvárással jöttünk? Egyáltalán vártunk ettől valamit? Nevetséges bármit is várni egy Isten tiszteletről. Kimozdulni, idáig jönni, majd csendben maradni, igen, nevetséges a 21. században, és sokszor nem csak odakint, hanem keresztény körökben is. Erre nekem nincs szüksége. Isten azt mondja, oké, ez az első kör. Ez az első kör a falak körül. Imádat, maradj csendben, legyen időd elismerni, hogy az Isten nagyobb, mint te, és nagyobb, mint a fal. De mi a második kör? A második kör a bizalom. Ennek a népnek egyszerűen bízni kellett ebben az új vezetőben, akivel túl sok tapasztalatuk még nem volt. De bízni kellett az Istenben, aki azt mondta, hogy ne csináljatok semmit, csak körözzetek. Bizalom kell ahhoz, amikor odaviszem az Istenhez a problémámat, és azt mondom, hogy Istenem, ez a probléma, 6 méter magas, 3 méter széles, próbáltam neki menni fejjel, lábbal, vállal, háttal, de meg sem mozdult. Uram, én most már ezért nem akarok tenni semmit, nem tudok mit tenni. Rád bízom, tegyél te, amit te akarsz. Amikor te akarsz, én letettem a te kezedbe. 21. században ez nevetségesen nehéz. Mindenre van módszertanunk, mindenre tudjuk, hogy mit kell tenni, hogy aztán a végén megoldódjon. Nagyon nehéz azt mondani bizalommal, hogy én nem tudom, de Istenem, oda teszem és ott hagyom, és ezért most már nem tehetek semmit, nem teszek semmit. A bizalom a második kör, a bizalom kifejezése. Harmadik kör, amit ott gyakoroltak, ami első látásra egyszerű, de szerintem az egyik legnehezebb történet volt az előzményeik alapján, az, hogy ezt közösségben kellett megtenni. Ez a harc nem az a harc volt, mint mindegyik más, hogy csak a katonák, csak a férfiak, meg ha meghal, nem számít, a lényeg megmarad a táborban. Nem. Katonák, papok, utóvéd, mindenki más. Idősek, fiatalok, gyerekek, asszonyok, szolgák, szabadok, mindenki együtt. Hogy ez miért volt olyan nehéz dolog? Hogy miért nem sikerült volna ez 38 évvel azelőtt ugyanebben a közösségben? Mi történt volna? Emlékezzetek csak, 38 évvel azelőtt ott volt Miriam, Mózesnek a testvére. Mózes testvére legnagyobb támasz, oda megy egy nap Mózeshez, és azt mondja, hogy ha-hó Mózes, ki vagy te? Mi az, hogy te mondod meg? Tisztázzunk egy dolgot. Nem csak téged hívott el az Úr, engem is. Ó, én próféta vagyok, zeneszerző, dalszövegíró. Áron a másik tesód, főpap. Azt gondolod, hogy csak téged hívott el az Úr, minket is elhívott az Úr. Úgyhogy bocs, Mózes,
Isten, amit akarsz, mi másként csináljuk. Aztán jött Kóré és csapata. Kóré és csapata azt mondta, hogy ezek így, ahogy a dolgok mennek, ezek nem fognak működni. Rendben, hogy van Mózes, meg ezek, de van egy alternatív csapat, és mi ezt jobban meg fogjuk tudni csinálni. Azután ott voltak az egyéni emberek, akik azt mondták volna 38 éves logika szerint, majd mi megkerüljük, amikor mi akarjuk, amikor jól esik, és akikkel jól esik. Nem ti mondjátok meg, hogy mit csináljuk. 38 évvel ezelőtt lettek volna nézők is. Akik azt mondják, hogy tudjátok meg, ti csináljátok, majd mi nézzük. És értékeljük, hogy ki hogy jár. És majd lepontozzuk, hogy egyszerre léptetek, vagy nem. Ha bejön, akkor mi is odaállunk a győztesekhez. Ha nem jön be, akkor azt mondjuk, hát megmondtuk, hogy nem lesz jó. Ez volt a 38 évvel azelőtti közösség. Ez volt az, amiért az Isten azt mondta, hogy ezzel a közösségi szellemmel nem lehet bemenni Kánaánba, tessenek még 38 évet bolyongani. Hagyjuk a múltat, térjünk ide. Te bízol a közösségbe? Őszintén. Te bízol a közösségbe? Amikor az életed nehéz problémái, megoldhatatlan problémái vannak, amihez semmi köze nincs a közösségnek, az Isten azt mondja, jó, akkor a harmadik kör a közösség. Gyakorold, éld a közösséget. Nevetséges a közösségben bízni. Hogy annak bármilyen szerepe lenne a lelki életünkben, a győzelmeinkben, hát most legyünk őszinték. Szerintetek ez a közösség olyan, amilyennek lenni kell? Ez a közösség tökéletes. Én nem látom annak. És megmondom, hogy miért. Azért, mert ezt a közösséget olyan nyomorult ember alkotja, például, mint én. Hogyan számíthat csak a közösségre. Nem lehet bízni a közösségbe, mert ha nem olyan, amilyennek én akarom, akkor azt mondom, hogy nincs közösség. Ha nem forog körülöttem, akkor azt mondom, hogy klikkes. Ha nem nyitott, ha nem azt csinál, amit én mondok, akkor azt mondom, hogy szétesett. A közösségben nem lehet bízni. És az Isten azt mondja, hogy van egy megoldhatatlan probléma az életedben. Harmadik kör. Együtt. A közösség. Te nevetségessé magad. Pedig az egyház, ahogy az ihletett magyarázatban olvasom, idézem, Isten megszentelt eszköze lelkek megmentésére. Azzal együtt, hogy tökéletlen. Az Isten megszentelt eszköze. Ez annyira nevetséges, mint puszta kézzel kerülgetni a falakat, és azt várni, hogy majd történik valami. Ott van a negyedik kör, ez az egység. Ma nevetséges. Uniformis, jellegtelen, megöli az eredetiséget, az egyéniséget. A hetedik nap az egység úgy nyilatkozott meg, hogy egyszerre mindenki kicsi és nagy, katona, pap, mindenki egyszerre kiáltott. Nagyon tetszik, ahogy az Advent Biblia kommentár ennél a szakasznál azt jegyzi meg, ha ez a lelkület megmaradt volna bennük, megvalósult volna Isten terve, és az egész világra eljutott volna a bizonyságtételük, Jeruzsálem a világ lelki királysága lett volna. Az egység ma is nevetséges. De Istennek terve van vele, amikor szeretné a jerikói falait leomlanának. Van egy ötödik kör, ez az alázat. Követni József nevetséges tervét, és lemondani a saját zseniális tervről alázat kell. A közösséget elfogadni és tenni érte alázat kell. Egységben maradni és együtt tenni valamit, amikor nevetséges,
akkor is alázat kell. Együtt kiáltani egy probléma esetén, nevetséges, gyerekes, de együtt, mégis együtt, aminek semmi értelme, alázat kell. De ez Isten eszköze, hogy lerombolja Jerikó falainkat. Van még egy hatodik kör, ez a fegyelem és a következmények rendszere. Tudom, hogy a liberális világban élünk, ahol ez nem csak nevetséges, hanem üldözendő is. Nem tudom, hogy hogy olvastátok, milyen karikás besorolással, ami a vége a történetnek, hogy mindenki elpusztult Jerikóba. Minden élőlény. Még az állatok is. És lehetetlen, hogy fel ne tegyük a kérdést, hogy azért milyen Isten áll a dolgok mögött, hogy mindenkinek el kell pusztulni. Mindenkinek. Nos, Ráháb és családján kívül meghalt mindenki. A régészek feltárták a maradványokat, és azt mondták, hogy a templomaik évszázadokon keresztül a prostitúciónak a helyszíne volt. Azután a régészek találtak nagyon sok korsót, ahol csecsemőknek a csontjait őrizték, azoknak a csecsemőknek a csontjait, akiket ezekben a templomokban megöltek és feláldoztak. Jerikó évszázadokon át az Isten rendjével szembe ment, és teljesen szabadon élte az erőszakos és erkölcstelen életét. És ez a világ azt hazudja, hogy tehetsz, amit akarsz, senkinek semmi köze hozzá, de az Isten világa azt mondja, hogy nem. Isten ad esélyt, ad kegyelmet, ad másik esélyt, ad megtérést, lehetőséget a menekülésre, mint Ráhábra, de eljön egy pont, amikor, ha benne maradsz, akkor az Isten következményének a rendszere megállt fog parancsolni. Neked, ennek a világnak, nekem, bárkinek nem következmények nélküli az Isten erkölcsi rendje. És ez nem csak itt volt Jerikó esetében, hanem az Isten népe esetében is. Jerikó esetében több száz év megtérési lehetőség volt, de Ákán esetében semennyi. A következő pillanatban. Nem, másik nap. Nem, a másik nap. Megérkezett a következmény. És lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez nagyon durva volt. Hogy a következő nap Ákán meghalt, mert elvette azt, ami az Isteni. Jerikó esetében Isten adott több száz év kegyelmet, Ákán esetében volt 24 óra, hogy ezt megbánja és kiszedje a sátra alól, ami nem az övé, ami az Istenhez tartozik. És 24 óra után azt mondta az Isten, hogy muszáj most ebben az üvtörténeti helyzetben példást tatuálni, mert az egész népben elterjedt ez a gondolkodás, és erkölcsileg szétzüllik a nép, a kánániak szétszedik őket, és ez a honfoglalás nem valósul meg. Ma nem így működik a világ. Ma az ákánokat nem kövezik meg. De hadd mondjam el azt, hogy ugyanolyan gyilkos eszköz könnyelműen venni Istent, és ami hozzá tartozik. Elvenni azt, ami az Istené, sajátunknak kezelni, ami az Istenhez tartozik, és az Isten erkölcsi rendjét felborítani. Szép lassan, de gyilkolja a lelkünket, és tönkreteszi a közösséget. És végül itt a hetedik kör, ami az Isten köre. Amikor nem számíthatsz rá, megjelenik az Isten. És nem tudod, hogy hogyan, vagy miért. 20 év mosolyszünet után, igaz történet, friss, oda jön hozzád, és azt mondja, 20 év után, most már értem, és sajnálom. És nem érted, hogy mit. Igen, ez az érzelmi kategóriában volt, ez a kapcsolat, ami tönkrement. Kézérintése nélkül valaki valamit megváltoztatott. És 20 év után azt mondja, hogy kezdjük előről. Érvek nélkül, tettek nélkül.
tinédzser koromban találkoztam gyerekkori falakkal a legdurvábban. Nyilvántartásba vettek a Securitate megyei hivatalában. Nincs ide elmondani, hogy ez körülbelül mit jelent. Mint legtöbbször kreált ürügyekkel, most éppen az volt, hogy egy tanulmányi versenyen a magyar diákok összejöttünk egy szobába beszélgetni, engedély nélkül, magyarul. Körülbelül tudtuk, mit jelent. Persze nem fognak fejbelőni emiatt, de hogy semmilyen egyetemre nem fognak felvenni, ezek után az biztos volt. Nem is beszélve arról az alapbűnről, hogy amúgy is papfiaként a rendszer ellensége nem megbízható ideológiailag, tehát nulla esélyen van. Egy olyan fal, amit nem érdemes megkerülni. Eldöntött én. Egy hívő ember azt tanácsolta nekem, hogy ez nem az én dolgom, ne foglalkozzak vele, te csak készülj fel, jobban, mint bárki más, és menj el. Az Isten, ha akarja, megoldja. De ezt nem lehet. Tudod a történeteket, ismered, hogy hogy mennek a dolgok. Aki egyszer oda bekerült, azt nem ússza meg. Mosolygott is azt mondja, hogy az Isten dolga. Elmentem sokszoros túljelentkezéssel. Felvettek. Nem tudtam megmagyarázni. Senkinek. Nagyon sokáig. Évekkel később a nagymamám elmondott egy történetet. Nem tudom, miért mondta el. Csak eszébe jutott. Emlékszel, amikor itt voltál, és felvételiztél? Te 300 kilométerre lakott odébb a nagymamám. Na, persze. Most én akkor azokban a hetekben egy idős beteg nénit látogattam minden nap, és ételt vittem neki. Mondtam, ezt tudom, ezt említetted. De azt mondja, azt nem, hogy találkoztam egyik nap a felnőtt fiával, akit nem ismertem. És odajött hozzám, és megkérdezte, hova felvételizik az unokát? Ezt azért mondta, nem, hogy azóta sem értem, hogy miért kérdezte ezt meg, holott engem nem ismer. Megkérdeztem tőle, hogy Nagyi, azt lehet tudni, hogy ki ez az ember, ki az ő fia? Hát azt mondja, a nénitől úgy tudom, hogy a Securitaténál egy magas rangú tiszt. Nem tudom, hogy mi történt. De soha többet nem zaklattak. Valaki a gyülekezetben mondta el nemrég. Eladósodott, és nem az ő hibája volt. Reménytelenül, és azt mondta, hogy soha nem fog kikerülni az adósok közül. Ezért csak imádkozott, de tudta, hogy ezt nem lehet megoldani. Egy nap megkereste a bank, és azt mondta, ha 7 vagy x napon belül, rövid időn belül, kifizeti az adósság 50%-át, akkor elengedik a teljes tartozást. Óriási lehetőség. De nem volt meg ez az 50%, mert ez is nagy volt. Ezt valaki meghallotta, egy idegen ember. És teljes bizalommal odaadta neki egy összeg. Befizette a banknak. A következő egy évben annyi munkája volt, mint soha azelőtt, hogy egy év alatt vissza tudta törleszteni az idegennek. Azt mondta, hogy olyan történt, amit soha nem gondoltam, hogy megtörténhet. Egy jerikói fal, ami egyszer csak kézérintése nélkül összetörik. Isten azt mondja, hogy tedd meg a köreidet, tedd magad nevetségessé. Hozd a megoldatlan gondjaidat Isten elé. Járd körbe Jerikót. Legyél része az imádatnak. Csendesedj el, és ismerd el, hogy Isten nagyobb, mint te. Nagyobb, mint a problémád. Légy része a közösségnek. Ennek a nem tökéletes közösségnek. Ne várj tőle, hanem tegyél érte. Légy része az egységnek.
akkor is, ha időnként ez nevetséges. Fejezd ki a bizalmadat iránta, hogy nem bánod, mikor és hogyan lép közbe. És add vissza Istennek, ami az Istené, ami neki szentelt. Hagyd a logikus kifogásaidat, mert ő az Isten. Nagyobb, mint te. Övi a hetedik kör, amikor leomlanak a bevehetetlen falak. Tudom, hogy van egy kérdésetek, és szeretném megválaszolni. Ha ezt megtesszük, ha ezt a hat kört megtesszük, biztos, hogy minden fal leomlik. Tudjátok, mi a válaszom? Igen. Lesz olyan, ami csak akkor omlik le, amikor őt személyesen meglátod. Valakit elveszítettél. Valaki már nincs veled a szeretteid közül. Ezek a körök segítenek meggyógyulni, de ezek a körök nem hozzák őt vissza. De lesz egy nap, amikor ez is megoldódik. Ez a fal is leomlik. Az ige szerint akkor is nevetségesen nagy kiáltás lesz. Jelenés 19.6. És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. És amíg maradt fal, ekkor mind leomlik. Jelenés 21.3. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És figyeljétek a végső falak leomlását. És letöröl minden könnyet a szemükről. És halál nem lesz többé. Sem gyász, sem jajkiáltás. Sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, ímé újjáteremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak. Testvéreim, tudom, hogy a te életedben is van fal. Nem tudom megmondani, hogy hogyan oldódik meg. Az én életemben is vannak ilyen falak. Nekem sokat jelentett. Nekem reménységet adott ez a történet. Ne a cselekvésre koncentrálj, hanem tedd meg ezeket a nevetséges köröket. Mert az Isten lépni fog. Úgy, ahogy ő akarja. Akkor, amikor ő akarja, mert ő nagyobb, mint te. Nem a te megrendelésedet követi, mert szuverén úr, és ha még mindig marad valamilyen fal, Istennek akkor is van egy végső terve, amikor minden leomlik, és minden könnyet letöröl. Ez a mi Istenünk. És így követni őt a világ legizgalmasabb dolga. Imádkozzunk. Istenünk, te ismersz minket sokkal jobban, mint mi magunkat. Látod ezeket a falakat, amiket mi sokszor nem is látunk, felcímkézünk sok mindennek. Megkeressük, hogy ki miatt érezzük keménynek a falat, és olyan nehéz bármire kimondani, hogy túlnőtt rajtunk, hogy nem tudjuk megoldani, nincs rá tervünk, nincsenek eszközeink. Uram, ha bárki, aki itt van, lát, érez, és szembe tud és mer nézni ilyen falakkal, akkor a te szent lelked közelségével kérlek, hozd közel hozzá ezeket a köröket, mint megoldási lehetőségeket. De ezt el kell ismerjük, hogy itt a 21. században ezeket nevetségesnek tartjuk. És ha bármi köze van az életünk dolgaihoz, az imádat, a közösség, a bizalom, a te dolgait visszahozata, bármi ezek közül, a mai racionális világban nevetséges, és így is érezzük. Add meg azt a bizalmat és alázatot,
hogy merjük kipróbálni a te utadat. És bízzuk rád, hogy mikor, hogyan fognak leomlani ezek a falak. És bízunk abban is, hogy közel van az az idő, amikor visszajössz. És végleg megoldódik, amire nagyon várunk. Ezt Jézus nevében kértük. Amen.